Üdvözlöm a Karca Televízió nézőit, aktuális kérdések című heti magazin műsorunkat láthatják. Mai vendégünk dr. Molnár Sándor, főorvos. Köszöntöm, főorvos urat, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és ha már itt lehetek, hagyd mondjam el, hogy most van a zsidó új év, az 5780 a zsinagógai esztendő, és ebbe az apropóból kívánok minden kedves nézőnek, és nem nézőnek is boldog új évet. Ez az 5780-as év onnan jön ki, hogy az Isten ugye megteremtette a földet és az embereket, és az utolsónak teremtette saját képére az embereket, és ezt a napot tekintjük a zsidó vallás évének, vagy az időszámításának kezdetének. A zsidó év arról nevezetes, hogy nem egy napig tart, hanem 10 napig. Ez alatt az emberek számot vetnek azzal, hogy az előző évben mit csináltak jól, és mit csináltak rosszul, és ha olyan történik, akkor a 10 napos imádkozással úgymond búbánatot gyakorolnak, és a másik dolog pedig az, hogy az Isten ebbe az évbe dönti el, vagy ebben az időszakban dönti el, hogy mi vár az emberekre. 3 könyv van nyitott az Isten előtt, az egyik a jókat, a másik a rosszakat, és a harmadikban a semlegeseket írja be. És még 2 dolog van, amivel az Isten dönt, hogy ki marad életben, és ki nem. És mi ez idő alatt féljük Istent egyébként is, és ez alatt elgondolkozunk azon, hogy mit tettünk, hogy ki tett nekünk rosszat, és kinek tettünk mi rosszat, és ilyenkor megbocsájtunk az ellenségeinknek, illetve bűntudatunk miatt imádkozunk, hogy ez a rosszaság elmúljon rólunk. És ez alatt úgy próbálunk jobb életet és édes jövőt magunknak csinálni, hogy van az úgynevezett sós kalács, amit régen Karcagon az Atanászpék csinált még, ma már nem lehet ilyet kapni, és akkor azt mézbe mátjuk, és az előző este, amikor beköszönt az új év, akkor az családfő imát mond a kenyér fölött, ezt úgy hívják, hogy bárhesz, és belemártja a mézbe, és az egész család eszik egy ilyen mézes kalácsot, hogy mézzel teli édes jövője legyen a következő évben. Térjünk át egy kicsit arra, hogy évtizedeken keresztül a Karcagi Kátai Gábor kórházszülész nőgyászati osztályon dolgozott, nyugdíjas most már. Hogyan emlékszik vissza azokra az évekre? Hát nem könnyű évek voltak. Sokokból sem, és visszatekintve is, amit előzőleg elmondtam, nem fogom a rosszat elmondani. Hagy mondjam inkább a jókat, hogy sokszor találkozom olyan betegekkel, akikre nem is emlékszem, és akkor megköszönik az, hogy életben maradtak, hogy megszületett Pistike, meg Józsika. Annyira érdekes volt ez a dolog, hogy mikor kimentek a szovjet csapatok, még éveken keresztül kaptam ki ebből egy házaspártól faxokat, hogy megköszönik, hogy megszületett a gyerekük itt. Érdekes szakma. Sok-sok nehézséggel, sok-sok éjszakázással. De hát így visszagondolva nem olyan tragikus volt. Nyilván hatalmas évi pályát járt be, és számos élménye, emléke van róla. Van-e közülük kimagasló? Minden gyerek megszületése egy élmény. A legkimagaslóbb élmény természetesen a saját gyerekemnek a megszületése volt, bár én mindig tiltakoztam az ellen, hogy családtagot gyógyítsak, de a párom ragaszkodott hozzá, hogy csak és csak bennem bízik, mint nőgyógyászként, és hát a legkisebb fiamat én szülesztettem meg, és az asszisztensem, aki egyébként az unoköcsém volt, megdöbbenve látta, hogy mikor visszahozták felöltöztetve, akkor nyilván odahozták hozzám is, és akkor egy-két szóltam hozzá a műtét közben, és azt mondja, hát ez a gyerek úgy figyel téged, mintha ismerné a hangodat. Hát ismerhette, mert
a párom terhesség alatt minden este beszéltem hozzá, amikor otthon voltam, és biztos, ahogy mondják is a szakmában, a hangom megragadt, ahogy az anyának a hangja is, és az anyának a vélműködése és szívműködése megragad a gyerekben, a hangom is megragadt, és rögtön figyelt. És ez egy nagyon nagy élmény volt. Hogyan telnek most a mindennapjai? Mivel foglalatoskodik? Hát van egy nagy projektem. Ez a kisfiú, aki ugye a refiben hatodikos, és ővel a tanulás azért a délutánjaimat már elfoglalja. A délelőtti időszakban is mindig van valami elfoglaltságom. Ugye most már x-edik cikkemet írom a Izraelről, ami rengeteg felkészülést és utánolvasást és nyugalmat kell, hogy biztosítson, és hogy teljesen egyedül leírhassam a gondolataimat, úgyhogy ne bántsak senkit, de mégis bemutathassak egy országot, amiről úgy gondolom, hogy sok embernek fogalma sincs, hogy mi van, hogy van, és hogy jött létre. Ezt a visszajelzések is mutatják, hogy rengetegen megállítanak, és kérnek, hogy ne fejezzen még be, mert olyan érdekeseket olvasnak. Ez az egyik. Nyilván rengeteg elmaradt olvasni valóban van. Azt próbálom pótolni, most éppen a Sapiens című könyvet olvasom. És ezen felül napi módon a hírekbe, és még ugye valamelyest a politikában is részt veszek, és a város életében. Sokfele járt már. Mit lehet erről elmondani, hogy hol, és hogyan datálja, dokumentálja az utazásait? Ugye az előbb említett te az újságot, amiben ír, és ugye Izraelről nagyon sokat. Mit lehet erről elmondani? Tehát azt kell elmondanom ezzel kapcsolatban, és mindig elmondom, hogy ugye Magyarország a hazám. Én itt születtem, nekem ez a hazám. Izrael a szívem csücske, és kirándulni, utazgatni meg nagyon szeretek. Hát a dokumentáció az kétféleképpen történik. Az egyik nyilván a fényképek. Illetve három. A másik az emlék, és a harmadik, amivel felkészülök egy-egy utazásra, mert mindig utána olvasok annak az országnak, a szokásainak, látnivalóinak, ahova éppen utazom, és ezeket egybekötve aztán számítógépen elmentegetem az ötleteimet, tudásomat, képeimet, bármit, és ahogy adódik, akkor csinálunk belőle különböző projekteket a kisfiammal. Pontosan ezt akartam kérdezni, hogy a család mennyire ül össze, és ilyenkor nyomon követi, itt jártunk, ott jártunk, fényképek, emlékek vannak egy-egy utazásról. Hát persze, a párom nagy fotós, tehát a képek java részét ő csinálja, és nyilván megbeszéljük azokat, amik az örök emlékként egy-egy albumba kerülnek be, és nem egy pendrive-ra, mert ő szereti látni és kézbe fogni azokat a képeket. A kisfiam nyilván azon, amiken ő jó szórakozott, meg élvezte, meg ami tetszett neki, vagy éppen azok, amik a történelemben most lassan-lassan előjönnek, például Görögországból, és akkor mondja, hogy itt is jártam, ezt is láttam, azt is láttam. Hát, hogy szépen összeáll ez a kép. Említette az imént, hogy azért még a politikai, helyi politikai életben is részt vesz, és évekig is részt vett. Október 13-án Magyarország ismét választ. Miért fontosak az önkormányzati választások egy ország életében? Mi a véleménye a mostani aktuális politikai helyzetről? Hát azért ennek a műsornak a keretét túlfeszíteni az én véleménye elmondása, mert sok mindenről van pozitív és negatív véleményem. Maradjunk a helyi választásoknál. Én úgy gondolom, hogy három cikluson keresztül voltam a karcegi önkormányzatnak a tagja, és ez alatt az időszak alatt mindenkinek, tehát ugye én ellenzéki voltam, nem titok, hogy én a szocialista párt színeiben vettem részt ebben a munkában, és hát bizony eleinte sok-sok összeütközésünk volt a másik oldala,
és szép lassan ez megváltozott, miután mind a két társaság rájött, hogy mi nem azért vagyunk a karcagi önkormányzatban, hogy egymást üssük a nagy politikában, mi azért vagyunk a karcagi önkormányzatban, hogy a városért tegyünk. Tehát nagyon szép dolog, és egyszer-egyszer ugye keményen politizálgattunk, meg nyílt színen egy önkormányzati ülésen, de mégis az a legfontosabb, hogy a város fejlődjön, hogy élhető legyen, és megtartsa a fiatalokat. Mind a két oldal rájött arra, hogy ez egy összekötő kapocs, ez nem szétválasztó. Az, hogy a nagy politikában már ezek nem tudnak együttműködni, ez már egy másik tészta ebben a dologban, most a helyi önkormányzati választásról beszélünk. Nekem a helyi önkormányzati választás az a lényeg, és arra hívom föl a választóknak a figyelmét, ha már fölhívhatom, hogy jól gondolják meg, hogy kire adják le a szavazatukat, hogy kikerül be egy olyan grémiumba, ami 5 éven keresztül el fogja dönteni, hogy a várossal mi történik. Nem szerettem a handabandázást, az felesleges, értelmetlen. Nagyon bántott engem, hogy megjelent egy íromány Pánti Ildikó néniről, akit én nagyon tisztelek. És nem azért tisztelek, mert az önkormányzatban a 24 órából 46-ot járkál az emberekbe, hanem azért tisztelem, mert én pedagógusként is láttam, hogy ugyanezt csinálta. És ő nem Pánti Ildikó félék, de ha már pejoratív értelembe veszük a Pánti Ildikó féléket, még kéne legalább 600 ilyen ember Karcagon, aki ilyetén formán csinálja a dolgokat. Nem tetszik nekem a úgymond zsidózás sem, amikor megjelenik, hogy Orbán Viktor kezet csókol a Köves Lomónak, aki egyébként nem a szívem, már nem Orbán Viktor, hanem Köves Lomó sem a szívem csücske, mert én nem ezt a formáját szeretem a vallásunknak, de ennek is helye van természetesen. És ugye ez nem arról szól, hogy Orbán Viktor behódolt Köves Lomónak, hanem eladta a zsidóknak az országot. Holott, ha megnézzük az ország vezetőit, akkor arány számaiban sem olyan sok ember vesz részt, és nem olyan sok a gazdag ember Magyarországon, aki feltétlenül befolyásolná Magyarországnak ebéli ténykedését, és azt is látni kell, hogy egy nagyon jó viszony alakult ki Magyarország és Izrael között, tehát azért ez mutat valamit. Ez nem kéne ezt behozni a helyi politikába, mint hogy az ellen is tiltakoztam, hogy ez a gárda felhozta a szerencsétlen Tisza Eszlári pert, a szerencsétlen Solymosi Eszter esetét, amit ilyen rituális gyilkosságnak vettek föl. Tudomásul kell venni, hogy amikor a kereszténység kezdődött, akkor a kereszténységet is megválolták a rómaiak rituális gyilkosságokkal. Tehát ez azért nem új keletű, de felesleges. Nem beszélve arról, hogy ugye az együtthaladás, a kiegyensúlyozott fejlődés a lényeg, ahogy ön is mondta, hogy annak idején ezt ugye felismerték, és közösen együtt tettek a városért. Én úgy gondolom, hogy más sem mutatja jobban, hogy ez nagyon jól működött, hogy a mai napig, ugye én a fazekas képviselő úr polgármestersége alatt dolgoztam a városban, ő vele ilyen szempontból nagyon jó a viszonyunk, ugyanúgy jó a viszony a F. Kovács képviselő úrral is, bár ő vele egy kicsit könnyebb, mert ugye az ő fia és az én fiam egy osztályba jár a refibe, úgyhogy meg inkább a feleségével találkozom többet, de annak ellenére, hogy nyilvánvalóan nem tetszett, hogy én melyik pártban politizáltam, és hogy én inkább baloldali maradtam ma is, mégis korrekten meg tudjuk beszélni azokat a dolgokat, amik a közös érdekeink, és talán a városért is közösek. Ezért is buzdítjuk a választópolgárokat, hogy október 13-án menjenek el szavazni. Most is csak ismételni tudom magamat, hogy ne a handabandázásra adják le a voksokat. Arra adják le a voksokat, és azokra az emberekre, akik úgy érzik, hogy
tesznek, tenni fognak, és önzetlenül tesznek a városért. Mert ennél fontosabb nincs, hogy a város megfiatalodjon, megújuljon, új munkahelyek, új járdák, új utak, bármi más legyen itt, jó bölcsődékkel, iskolákkal, óvodákkal, kultúrával, minden egyébbel, amivel egy város meg tudja tartani a lakosait. Én megköszönöm Főorvos úrnak, hogy itt volt, elfogadta a meghívásunkat, és minden jót kívánunk a továbbiakban. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!